Nemrég csináltam egy videót arról, hogy melyik a top 5 bajnokság a FIFA szerint, és többen kértétek, hogy hozzak egy olyat is, amiben a top 5 csapatot mondom el, úgyhogy itt vagyok most ezzel. Mivel nem bírtam sehonnan összedni egyértelműen, hogy mi a sorrend és mi alapján nézzük, ezért létrehoztam a saját sorrendemet a saját szempontjaim alapján. A sorrend felállításánál nagyon nehéz volt meghatározni, hogy mit vegyek figyelembe, szóval végül kettő darab sorrendet hoztam létre. Az első az azon alapszik, hogy melyik csapatnak a legerősebb a kerete, tehát úgy jöttek ki az értékek, hogy minden egyes játékost beleszámítottam, aki legalább 10 vagy annál több mérkőzésen vett részt idén hiszen nyilván akik ennél kevesebbet játszanak, főleg az ifisták, nagyon erősen lehúznák például az angol az értékelését, szóval úgy gondoltam, hogy őket nem rakom bele. Viszont azok a játékosok, akik alapvetően sérültek voltak, és emiatt nem bírtak részt venni a keretbe, de mindenféleképpen ott lennének egyébként, hogyha egészséges állapotban lennének, ezeket beleszámoltam, gondolok itt ilyenekre, mint például Sergio Ramos. A második sorrend pedig az alapján jött ki, hogy melyik a legerősebb kezdővel rendelkező csapat. Itt próbáltam azt csinálni, hogy megtartottam az alapfelállást, és mindig a legerősebb értékelésen rendelkező játékost választottam. Ugye ez nem mindig tükrözte a valóságot, gondolok itt például a Real Madridra, ahol hiába Vinicius Junior az egyik legstabilabb kezdő a Realnál, Mégis Asensiot vagy éppen házádat vettem, hiszen magasabb az értékelésű FIFA-ba, és próbáltam úgy csinálni, hogy a lehető legerősebb kezdőt állítsam ki minden csapatnál. Na de akkor nézzük, hogy ki van az ötödik helyen az első és a második szempont alapján. Az első szempont alapján az ötödik helyen nem más, mint a Real Madrid van, akiknek az egész keretének az átlaga az 83,5, ami egyébként 20 játékost ölel magába, ami viszonylag soknak számít, és ugye alapvetően a védelme és a középpálya, ami kiemelkedik, és a támadás egy picit le van maradva. Ha a legjobb kezdőt vesszük figyelembe, akkor a United kerül az ötödik helyre, akiknek 85,81-es értékelésük van, és igazából elég erősen látszik, hogy a támadás és a középpálya kiemelkedik, a védelem viszont, ahogy élőben is van, nagyon-nagyon-nagyon el van maradva. A negyedik helyen, hogyha a keretértékeléseket nézzük, akkor a Liverpool van 83,63-as összrétinggel, viszont itt mindössze 19 játékosból tudnak gazdálkodni, szóval lehetséges, hogy pont ennyi volt a különbség a Liverpool és a Real között, hogy a Liverpoolnál egyel kevesebb, kevésbé kiemelkedő aktív kerettag van a csapatban. Ugye itt látszik, hogy a védelem és a sor eléggé kiemelkedik, viszont a középpálya eléggé háttérbe szorul. Ez egyébként elég jól tükrözi a valóságot. Viszont ha a legjobb kezdőt vesszük figyelembe, akkor a negyedik helyen nem más, mint a Real Madrid van, akiknek 85,91-es összértékelése van. Ugye itt fontos azt észrevenni, hogy amíg korábban a védelem volt, ami kiemelkedett, ezúttal a középpálya és a támadósor emelkedik ki, és a védelem kerül háttérbe. Na de most jön a top 3, és a harmadik helyre nem más került összkeretet nézve, mint a Bayern München, akiknek 83,71-es összértékelésük van, és mindössze 17 darab játékosból tudnak gazdálkodni, tehát eddig elég erősen visszajön az, hogy minél kevesebb játékos van az összkeretben, akiket ugye használsz aktívan, annál nagyobb az esélye, hogy jobb lesz az összértékelésed. Itt ugye elég erősen a támadósor és a középpálya emelkedik ki, míg a védelem háttérbe szorul, úgy gondolom, hogy ez is elég jól tükrözi a valóságot. Ha a legjobb kezdőt nézzük, akkor a harmadik Helyen nem más, mint a Liverpool van, akiknek 86,72-es az értékelésük. Továbbra is megjelenik, amit korábban mondtam, hogy a támadósor és a védelem kiemelkedik, a középpálya pedig eléggé háttérbe szorul. Na de a top 2 következik, és a második legerősebb kerettel nem más, mint a PSG rendelkezik, akiknek 84, 22-es értékelésük van, és a legdurább az egészben, hogy mindezt 22 játékossal értékel, tehát hiába volt több aktív keretjátékos, mint a többieknek, még így is sikerült egy magasabb értékelésre szert tenniük. Ugye itt nagyon erősen kiúrik a támadó sor, és mellette a védelem és a középpálya eléggé háttérbe szorul. Ha a legjobb kezdőt veszük figyelembe, akkor nem más került a második helyre, mint a Manchester City, akiknek 86,8-as az összértékelésük. Náluk gyakorlatilag a védelem, a középpálya és a támadósor egyaránt jó szinte egyenlő pontokkal rendelkeznek, úgyhogy igazából ez is elég jól tükrözi a valóságot szerintem. Na de mielőtt megnéznénk, hogy kik az első helyezettek, előtte vessünk egy pillanatot azokra, akik nem kerültek be a top 5-be, de valahogy mindig ott voltak a közelben, és másodnak a listáin mindig előkelő helyeken szerepeltek, de valahogy az enyémbe nem kerültek be. Ez a három csapat pedig nem más, mint az Atletico Madrid, a Manchester United és a Chelsea, akik gyakorlatilag valahogy mindig ott voltak a határon, de sose kerültek igazából előkelő pozícióban nálam, vagy épp be se kerültek a top 5-be, viszont bármelyik másik listánál, hogyha megnézem, akkor mindig ott vannak a második, harmadik, negyedik helyen valahol, de valahogy és sose az elsők, úgyhogy szerintem jogosan nem kerültek be. De igazából ott voltak, és érdemes megjegyezni őket, hogy igen, ők is azért nagyon közel vannak. Akit szerintem meglepetés csapat az Atletico Madrid, én nem gondoltam volna, hogy az Atletico az ilyen magas pontokkal rendelkezik fifa ba Ugye, ha az összkeretet nézzük, akkor a legelső helyen nem más áll, mint a Manchester City, amire szerintem mindenki gondot volna alapvetően 85-ös összértékeléssel rendelkeznek, és mindössze 18 darab játékos, akikkel tudnak aktívan rendelkezni. Itt, ahogy már korábban is láttuk, igazából se a, védőlem, se a középpálya sem a támadósor nem emelkedik ki, mindegyik közel egyenértékű, és mindegyik körülbelül ugyanolyan jó. Viszont, hogyha a legerősebb kezdőt vesszük figyelembe, akkor a FIFA szerint nem más van az első helyen, mint a PSG csapata, akiknek elképesztően magas 87,18-as összértékelésük van, ami itt iszonyat durván látszik, hogy a támadósor az, az nagyon durva, 91,66-os összértékelést kapott, és nyilván a védelem és a középpálya háttérbe szorul, de így is összességében iszonyat magas értékelések vannak ezeken a pontokon is, aminek köszönhetően egyértelműen a PSG-nek van a legerősebb kezdőkerete a FIFA szerint. Szóval ez lett volna a top 5 csapat a FIFA szerint, srácok. Ugye itt láthatjátok, hogy mi a különbség akkor, hogyha az egész keretet veszük figyelembe, és mi a különbség akkor, ha csak a kezdőt. Szerintem egyébként nagyon sok mindent jól visszaad a FIFA, viszont egyes dolgokban nem értek egyet vele. Kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a ezzel a sorrenddel kapcsolatban. Nálatok, hogyan alakulna a top 5. És ha van másmilyen ehhez hasonló videó, amit szeretnétek látni, akkor mindenképpen jelezzétek a komment szekcióba, hát ha el tudom hozni azt is. További szép napot, ciao!